Euforikus hangulat és tapsvihar zárta a dicső estet, amelyet Dicső Szent Márton és Hajdúszoboszló 30 éves testvérvárosi együttműködésének alkalmából rendeztek meg a kulturális központban. Bárdosi Ildikó és a Kökényes Néptánc Együttes show műsora rabulejtette a közönséget. Engem anyám úgy szeretett, engem anyám úgy szeretett. Haranglábi dalösszeállítás, máramarosi román énekek és kalotaszeg kedvenc dallamai csendültek fel Bárdosi Ildikó népdalénekes előadásában. Dicső Szent Márton és Hajdúszoboszló 30 éves testvérvárosi kapcsolatát ünnepi műsorral koronázta meg a két település. Az úgynevezett dicső est nem csak a közösségnek, de a fellépőknek is hatalmas élményt adott. Hát én mindig nagyon örülök annak, hogyha a dicsői honfitársaimmal együtt egy színpadon lehetek, mert én 90-ben jöttem el Magyarországra, Dicső Szent Mártonból főiskolára tanulni, és aztán itt ragadtam, és a szívem egy része mindig otthon maradt, tehát így akkor találkozik a szívemnek a két oldala, és hát nagy örömömre szolgált az, hogy itt együtt lehettünk, meg annak is nagyon örülök, hogy 30 éves ez a testvérvárosi kapcsolat, és emlékszem, hogy a 90-es évek elején, amikor még édesapám is a dicsői amatőr színjátszó csapat tagja volt, akkor egy párszor itt vendégszerepeltek, és megnéztem az előadást, és akkor egy itteni bácsival megismerkedtem. Ő ült le mellém, majdnem 90 éves volt, és aztán évekig leveleztünk, és küldözgette nekem a szebbnél szebb könyveket, hazafias verses kötetet, a Rendületlenül, tehát nagyon értékes kapcsolatokat szereztem ezáltal. Nem beszélve ugye a jegyző úrról, tehát a Vince Ferenc úrról, aki nagyon szívén viseli a testvérvárosi kapcsolat sorsát, és hát örülök, hogy folytatódik ez így tovább. Bárdosi Ildikónak nem csak egy testvérváros Hajdúszoboszló, ugyanis több érzelmi szállal is kötődik városunkhoz. Azt tudom mondani, hogy ha már testvérvárosi kapcsolatról van szó, hogy hazajövök. A város többször segítette és patronálta az én kisküküllőmenti lemezeimet. A gyűjtéseimből készítettem több lemezt is, 3 albumot, és ezeknek mindegyikét segítette anyagilag a város. Úgyhogy én ezért is mondom, hogy hazajöttem, de lélekben is hazajöttem. Mindig hazajövök ide. Bárdosi Ildikónak annak ellenére is a szülőföldjén szerzett tapasztalatok a meghatározóak, hogy a népdalokkal közelebbről, szorosabban, csak felnőtt korában, távol az otthonától ismerkedett meg. Amikor az ember eljön otthonról, általában akkor döbben rá, hogy milyen értékeket hagyott otthon. És ha már nem tértem vissza, tehát úgy alakult a magánéletem, hogy itt maradtam, és lehet, hogy a Jóisten is így akarta. Azért mondom, mert másodéves voltam, amikor a Nyíregyházi Főiskolán megalakult az országban elsőként a felsőfokú népzenészképzés. És én oda bekapcsolódtam, tehát nem véletlen, hogy én pont Nyíregyházára kerültem főiskolára. Itt alakul meg a népzeneszak. És aztán utána egyenes volt az út, mert én gyerekkoromtól kezdve már nagyon, tehát mindig szerettem énekelni, és a népdalok különösen erősen megérintették a lelkemet. Volt olyan időszak, amikor az opera és a klasszikus zene irányába érdeklődött jobban, ám az élet úgy hozta, hogy mégis a népi kultúra mellett kötelezte el magát. Azt éreztem, hogy én idegen nyelven és ebben a zenei formában nem tudom azokat az érzéseket megélni, mint amit a népdalon keresztül. És akkor döntöttem, hogy nekem a népdal éneklés az utam. És akkor itt teszem a dolgomat, tanítom, alapfoktól egészen az egyetemig a népi éneklést, és hát ilyenkor talán egy pici erőt én is visszaadok az otthoniaknak, mert mondták, hogy nagyon nagy örömmel hallgatják a lemezeimet, és akkor ezzel én is rádöbbenthettem őket arra, hogy hát milyen értékek vannak otthon. Tudták ők is, de ezzel megerősítettem őket talán én is. Bárdosi Ildikó szerint a mai fiatalok egyre inkább érdeklődnek a gyökereik iránt, vagyis egyre jobban elkötelezik magukat a népi kultúra irányába.
Én azt gondolom, hogy akinek lesz egy olyan meghatározó élménye, vagy táncban, vagy énekben, akkor az e fele fog fordulni. És aki már e fele fordult, az szinte, hogy mondjam, tehát annyira megérinti legtöbb esetben, hogy nem tud tőle szabadulni jó értelemben, és ott is marad. Tehát én azt tapasztalom, hogy zeneiskolába is, szakközépiskolába is, aki eljön és elkötelezi magát a népdaléneklés iránt, akkor annak az lesz az élete. A fergeteges hangulata, a látványos jelmezek sokasága és a zenével összhangban élő táncosok, azok előadás módja a közös munka ellenére mind a mai napig lenyűgözi az énekesnőt is. Számomra mindig az őserőt képviselik. Pár évvel ezelőtt is hasonlót mondtam, de nem tudok most újabbat mondani, mert olyan elemi erővel, ösztönnel táncolnak, hogy ezt az igazi őserőt, amiből a gyökereink vannak, azt jelenítik ők meg számomra. És hogyha erősek a gyökerek, mélyek a gyökerek, akkor így tudunk mi is magasodni. Tehát ha nincsen mély gyökerünk, akkor elfúj a szél. Thank you.